Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban erről az ASRock X470 Gaming GTX per AC-ról lesz szó. A tartozékok pedig egy csomag SATA kábel, egy csomag az M2-höz, hátlap, a Wi-Fi antenna, driver CD matricával, két darab leírás, és a szokásos tartozékköszönős képeslap. Jöjjön a lényeg! Találunk rajta HD Audio előlapi kivezetést, egy PCI Express 16x-ost, mely fémmel borított, és 3.0-as, 4 darab SATA csatlakozót, 2 darab DDR4-es memóriafoglalatot, egy USB 2 és egy USB 3-as előlapi kivezetést, 2 darab RGB LED szalagvezérlést, egy ITX-hez mérten eléggé korrekt áramellátásáért felelős részt, és egy alulra bújtatott Ultra M2-t. Hátul találunk két USB 2-t, egy kombi PS2 portot, DisplayPortot, HDMI-t, 4 darab USB 3.1-et, melyből az egyik Type-C, egy Intel gigabites LAN csatlakozót, a szokásos audio kivezetéseket, melyeknek ez esetben aranyozott a belsejük, és a Wi-Fi antennák kivezetéseit. Nem maradt más hátra, mint a végszó. Kötözködni nem tudok, ez egy nagyon korrekt kis ITX alaplap, és meglepően nehéz. Na de nem a hűtőbordáknak köszönhetően. Ez lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Fid voltam. A négy macska pacsiból. Négy macska pacsi jár.